mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So call life to call you. Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket, GT5-ezni fogunk. Itt van velem a Heki. Szevasztok, szevasztok. És a mai videóban egy nagyon érdekes autót fogunk megnézni, amely tudom nem ma jött ki, sőt nagyon régen jött ki, és biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokan ismeritek és találkoztatok vele. És hát, ha nem is annyit, de attól függetlenül nem kevés bosszúságot okozott, ugyanúgy, mint az MK2-es Oppressor, ugyanis ez is egy eléggé undorító verda, nem a Heki, amire most így rázumolt a kamerám, hanem a Deluxo. Ugyanis ez az autó eléggé speciális, mondjuk így finoman, szóval amúgy nem is tudom, hogy azt hiszem 3,5 millió bekerül alapvetően, csak hogy ezt is tisztázzuk, és van itt egy fontos dolog, amit meg akarok nézni, azt mondja Deluxo, igen, 3,550,000, és a Doomsday helyszínen jött be. Na most ezt a verdát majd mindjárt fel fogjuk tuningolni, és aki esetleg nem tudná, azért szintén olyan undorító, mint az Oppressor, mert ez az autó tud repülni. Viszont ami jobb ilyen tekintetben, hogy ez legalább két fős, úgyhogy két emberke is vidáman elfér benne. Nézzük meg így alapon, hogy milyen gyerek itt jön. Szállj be! Várjál, és két szomorú ember akkor nem fér el benne? Nem. Csak vidáman lehet beleszállni a kocsába. Amúgy egy nagyon frankó kis lapos autó. Tök jó kis menet tulajdonságai vannak ennek a gépjárműnek. És hogyha a dugót ki akarod kerülni, akkor csak megnyomod az X-et, leviszed a lábát. Igen, ezt nem gondoltam, hogy eltalálom, de hogy így tudsz vele repülni. Úgy kell irányítani, mint egy repülőt, úgyhogy ez nekem tök jól megy. Hopp! Úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Tök jó, mert szintén... Ez köztudott. Tök jó, mert amúgy szinte mindenen el tud menni. Így, ilyen... Igen, tehát hogy az a lényeg, hogy nem nagyon van előtte akadálya, ameddig így repül. Konkrétan elméletileg a vízen is tud menni, de ezt mindjárt megnézzük. Mert lemegyünk oda a csatornába, valahol itt a csatorna, bocs. Hopp. Azt nem tudom, embert el lehet így repülve jutni? Itt szerinted? Van mellettük egy gengetek. Jó, mindegy. Igen? Most már mindegy. De nincs rajta jó. Még. Elméletek, van benne fegy... Vagy hát nem elméletek, van benne rakéta, biztos, hogy van benne. Hopp. Mert azt már láttam, és ha minden igaz, a rakétája az egyik legundorítóbb rakéta, mert gyors és a legkisebb bűben fordul, és sokan szoktátok, vagy írtátok is, szoktátok írni. Hogy például az MK2-es Oppressor ellen ez az autó tök hasznos, ugyanis a rakétájával könnyen le lehet szedni azt a repülőmotort, és amúgy megy a vizen. Tehát, hogy olyan multifunkcionális, hogy az nem igaz. Az meg szinte biztos, hogy fel akartam menni, de nem sikerült. Igen, a sima emelkedés az úgy nem nagyon megy neki, de tök jól irányítható, és mivel egy helybe konkrétan meg tud fordulni, például egy jet, az nem tud vele mit kezdeni, és ezt úgy fogjuk megnézni, hogy mondjuk a Heki fogja irányítani, bármink az nem biztos, hogy úgy elég jó lesz, de Hekinek odadom a kocsit, én meg lopok egy jetet majd a katonaságról, és akkor az a lényeg, hogy majd ki kell kerülnöd a rakétáimat. Azt nem tudom, hogy flare-t lehet-e rá tenni amúgy. Mondjuk nem láttam még Deluxot flare-t lövöldözni, úgyhogy ezt majd kiderítjük. Elfértünk. Ez a lényeg. Na mindegy, tuningoljuk fel, nézzük meg azt, hogy mit tud ez tuningolva. Én egy MOC-t fogok hívni, és abban fogunk tuningolni. Mennyi van? 1,2 millió van rá. Voltunk kaszinozni, és elvertem nagyon sok pénzt, úgyhogy elfogyott a money. Igen, ez a 21, ez nem volt szerencsés. Nem, 21-eztünk Hekivel, ameddig kinappalodott, és nem. Amúgy mi lenne, hogyha, amit te lehívod azt a gépet, nem mennék pörgetni egyet? Én már pörgettem ma. Pólót nyitottam. Én nem tudom, én sosem nyitottam se autót, se értem. Én a Mysteryből is biciklit nyitok, úgyhogy innentől kezdve engem nem érdekel. Ugye Starkos póló volt, amit nyitottam. Persze, Starkos póló. Ja, Istenem! Na lássuk! És érted, még ne kezdtem tuningolni, már 850-et levontak tőlem. Hát ez szép. Na, teszünk bele armort, az most úgyis le van árazva, 25 000. Jó, mert fél áron van. Teszünk bele féket, már nem tudom, ki akar megállni. Engine, természetesen. Lehet rá ilyen custom, hátulról látod? Tudom forgatni, kamerát. Oh, nekem a dupla kipufogó kell. A dupla kipufogó az menő. Ez se rossz, amúgy ez a széles, de ez a dupla, ez... A több jobb. Ennyi. Igen, én pont ezt akartam. Kivéve a pofonosztás van. Hát négy van belőle. Ha. Itt annyi igazság szerint, hogy színes lesz. Nekem tökre, de az vagy eltűnik az index. Nekem tökre tetszik, hogy az elején van index. Vagy azért csak én vagyok így? Hát. Hát én ezt lehet nem rakom rá. Grille. Azt mondja, hogy igen.
Oké, hát... legyen ez. Az? Nekem jó. Ez tetszik. Motorháztető. Azt mondja, hogy... Ja, hogy ez csak másodlagos szín karbon. Verseny. Jó, sima verseny lesz akkor. Dudát is lehet beléje tennie. Itt sikítás hangot kellene már bele kooperálni. Sikítás. Az a baj, nem jönnek be új. Új. Nem tudom, valami ilyesmit kell beletenni. Jó lesz ez. Jó, drága volt, hála Istennek. Ez az égből potyan fagyis kocsi. Jó, azt mondja a plate, természetesen sztárkos lesz és fekete. Még azt nem találtam még, hogy milyen színű legyen maga az autó. Van trim color benne, hagyjad már. Ja, lime zöld. Amúgy ez a krém szín, ez tök szép. Ez így jó. Ez így jó, akkor legyen krém színű. Crew embléma, az elég hülyén van ott a... Ott van a kilincs mellett. Kilincs mellett, aha. Na, mindegy. Azt mondja, a primary color chrome. Ez az. Amúgy illenek neki ezek a metál színek. Azon gondolkozok, hogy így, hát mondjuk ez nem nagyon különbözik az alaptól. Egy arany színű? Az úgy jó lesz? Már valami rendes szín, nézzünk már rá. Ez a tengerkék, ez rohadt jól néz ki. Vagy te ez tenger zöld, bocsánat, ez tenger zöld. Na legyen ez. Most használok ilyen színeket is legalább. Az eleje pedig ilyen matt szürke legyen. Mint ugye itt a díszlécek rajta, úgymond. És akkor kicsit ilyen retrós is marad a kocsi. Elég fura lesz, de hogy meglátjuk. Nem akarjuk eladni 2 millió, majdnem eladtam. Oké. Oké, secondary legyen, így. Spoiler! Figyeld. Várjál. Itt érzed az átmenetet. Tehát van egy ilyen 1 milliméteres, aztán kicsit kisebb, de hogy van utána nagyobb. 3 milliméter? Kicsit ott már körvonalazódik, utána már így jobban. Úgy már kiemelkedik. Azt a mindenségit. Húha! Ami nekem ezt tetszik, ez a lightos. Aha. Ez jó lesz. És akkor teszünk bele ilyet is. Turbo. Hagy fütyüljön. Fegyverzet. Machine gun és missile, azaz rakéta. Wow! 4 rakétája van összvisz, majd ezt megszámoljuk. Kerék. De figyelj már, válaszunk már ilyet, mert ez ingyen van. Ja, jó. Ne kérdezz miért, de a tuner felnik ingyen vannak. Oké. Válasszunk innen egy sok hüllőset. Mert krómot nézek alapvetően. Amúgy ez simán jó, nem? Ez olyan jó. Standard, de illik hozzá. Azt akarom, hogy retrós legyen a kocsi. Wheel color? Igen, ez ilyenkor nem elérhető. Design. Hát ez nem kell rá szerintem. Golyóálló. Ó, az is féláron van, 12 ezerért. Nagyon szuper. Ablak. Ingyen lenne. Ablak sötétítés, egy light smoke-ot teszünk rá, nem kell több. És nem tudom lent pakolni. Ja, mondjuk lehet azért, meg ugye bemegy a kereke. Igen. Na, nézzük meg, hogy így milyen lett a kocsi. Szerintem amúgy egész jó színe van. Amúgy nem rossz. Kicsit lehetne világosabb. Jó ez. Teljesen tökéletes. És figyelj, hoppá. Jó, sima machine gun. Igen. Ugye, hogy mutogat a csávó? Ne mutogassál, utánad repülünk. Utánad repülünk? Átmegyek a fölötted. Hát ez jó sokáig tartott. Merre, hol vannak a rendőrök? Te látsz rendőrt? Még nem. Az a durva, hogy én sem. Ott lesz előttünk, várjál. Azt akarom megnézni, hogy a rakéta mennyire durván fordul. Ezt láttad? Ez kilőtted és kapásból 90 fokban leizé. Igen, én is ezt figyeltem. Várjál, azt kérdezem. Mi volt ez? Itt egy helikopter fölöttünk, nézd már! Ezek honnan ez jöttek? Elég. Ez elég undi. Figyeld! Azt a azt láttad? Azt láttad? Szóval ezért írtátok sokan, hogy ennek nagyon durva a rakétája, az oppressorénál is durva. Hát az mi volt? És amúgy sebességre se semmi, hát rohadt gyors a rakétája. De várj, ezt még egyszer akkor, hát ez mi volt? Hol van ez a... Felettünk, azt van felettünk. Ja, várjál. Figyeld, hopp! Jó, mondjuk ezt sajnos egyből eltaláltam. Vagy nem sajnos. Úristen! Undorít, az a baj amúgy,
őszintén leszek amúgy, amikor bejött ez az autó, én nagyon sokáig azért nem vettem meg, mert hogy abszolút nem illik a GTA-hoz, meg repül, meg nem tudom, tehát azért ez nem túl életszerű, de hát erre nem mondjunk inkább semmit szerintem. Mert nyilvánvalóan eszmét undorító, és hogyha szállítani kell valamit és stb. Tehát amikor lehet küldetésekhez használni, tehát hogy sokkal gyorsabban lehet vele haladni, nem kell az úton menni nyilván. De ez mi? Ez milyen, milyen rakéta tud így fordulni? Tehát, hogy... Én azt hittem, hogy amúgy ez csak vicc. Hát most ennek mi ellenfél úgy őszintén? Jó, az oppresszor. Téged tényleg megsebeztek? Jól láttam, hogy véreztél az ablakon keresztül? Én. De... Szerintem a nyomás különbségtől csak az orrom. Csak az orrod vére elejrett, igen, itt fent. Lentem megyünk mindjárt el. Szóval ez annyira undorító, gyerekek. Azt nem tudom amúgy, még az érdekelne. Nem érjünk be itt közben mindenkit. Hogy gyorsabb? Tehát, hogyha az úton megyünk, vagy ha sem? Várjál, picit lemegyek. Na, ez egy nagyon szép landolás volt. Jó, egy picit mindenki gyorsítson fel. Hop-hop. Vigyázz! Hát, jó, oké. Vigyázz! Nincs gáz. Alattunk vannak. Jó. Arra vagyok kíváncsi, hogyha lemegyek teljesen. Menj már! Akkor átmegy a kocsi fölött, ugye? Nézd! Hop! Végül is átmegyek. Juhú! Már elférünk. Pont elfértem. Oké, nem jó. Várjál, fel tud rá menni? Fel kell emelnem egy picit az órát. Aha. Elég sokat kibír ez a Verda. Bár szerintem kap egy RPG-t, azért fekszik. Figyelj, megfordulsz. Lősz, és utána mész tovább. Hát ez elég undorító. Hát tehát, hogy... És ebbe ugye ketten beleférünk, tehát nem is az, mint az oppresszorral. Ezért nem vettem meg eddig ezt a járját, de annyira, olyan szinten egyszerűen nem tudsz. Jó, mondjuk ezt legalább könnyen le tudod lőni. Várj, van nálad rakétavető? Szerintem van. Na, akkor szálljál ki, légy szíves. Várj, először hívok egy Lestert. Jó, hívj egy Lestert. Hívok egy Lestert, és próbálj meg kilőni, jó? Mert talán picit jobban manőverezek, mint te. Ezt most nem sértésképpen mondom. És... Láthattuk. Oh, hey. Szállj ki. Szállj ki. És az a lényeg, hogy mérj be nyugodtan, és hát elméletileg tudom, hogy kell a rakétákat kikerülni, gyakorlatban ezt meg majd mindjárt meglátjuk. Három darab rakétám van jelen pillanatban. De várjál, Ceo-ban vagyunk, nem tudom bemérni. Várjál, akkor ezt feloszlatom. Jó? Okay. Azt várjál, hallom-e én, hogy te bemérsz? Bemérsz már? Aha, hallom. Most lőd ki. Azt a rohadt! Mi volt az a pirulat? Gyere! Na mi van? Várjál, hol vagy? Jó, itt. Nem is láttam, hogy hova mentél. Aha, tehát ez konkrétan ennyi. Tehát, hogy lehet, hogy ezen nincs flare, de hát, hogyha flare lenne rajta, az már úgy tényleg ilyen... Nem is kell. Nem kell. Lőjél. Tehát a sima rakéta, az lutri. Na gyere, szállj be. Jövök. Szállj be, és most a hekinek a skijeit fogjuk próbára tenni picit. Tum-tum-tum. Jön a rendőrség is, vágod? Jézusom, te mit csinálsz? Betörnök. Jó van. Még jönnek a zsaruk, néznek, aztán nem bírom előre. Jaj, ne! Basszus! Mi történt? Hát, na jó, felszállok, figyelj, mert itt nem fogják hagyni a rendőrök, hogy innen leszállva maradjak. Hát az én rakétám az ratyihez ahhoz képest. Nos, kacok, az a szitu, hogy én szereztem egy jetet, és Hekivel párbajozni fogunk, meglátjuk, hogy ki tudja a másikat leszedni. Most ugye Heki ki tudja kerülni a rakétákat elég könnyen, és az ő rakétája tudja, hogy utolér, ha egyszer bemér. Úgyhogy... És én már most füstölök, hát ezt nem hiszem, na várjál, hozok egy másikat. Bolondok ezek, de tényleg, hát itt mi történik? Mitől füstölök? A
rossz volt a kerozin minősége. Bosszus! Azt a mindenit! Hát itt olyan akciók vannak, Heki! Figyeljetek, mindjárt megjelenik a fél amerikai hadsereg. Ezzel mondjuk nem lepődnék meg. Most hol vannak? Ha-ho! Akkor ezt elviszem, jó? Oké, azt mondták, hogy vihetem. Hú, már valamit hallok. Valami nagyon összetört. Ja, ott érkezik egy másik jet. Jó van. Na figyelj, felszállok. És akkor... onnantól kezdve... Jézusom, na most már itt van. Ezek itt egy tank! Felszálltam, és akkor mostantól mehet az akció, jó? Oké. Hát, nyílt tűzparancs van egymásra, és rakéta. Oké. Ja, nagyon taktikusba fogom tolni, felmegyek jó magasra. És lecsapok rád, mint egy igazi vadász. Ott megy, ott, ja, az egy helikopter. Ja, hogy te hol vagy? Várjál! Én itt vagyok még mindig. Érted? Mind a kettő mellé ment. Én mivel lövök? A space-el, vagy hát jobb klikkel, vagy valami jobb klik, az biztos, hogy működ. Én a space-el lövök, azt tudom. Jó, jó. De csak annyit látok, hogy Heki egy nagyon pici volt, ott az autópálya felett köröz. Jó, hogy az nem te vagy. Hát, azt is nem tudom, hogy hol vagy. Itt vagyok az autópálya felett. Áh, ez vagy olyan közel vagy. Jesus. Az a baj, attól félek, amit kilövöd az első rakétádat, nekem reszeltek. Jaj! Nem! Na, mit van mögöttem? Basz, hogy estem ki? Már kiestem a... Fejjel lefelé repültem, de nem ugrottam ki, de kiestem belőle. De most ez most őszintén mi volt? Hát, hogy esélyem nincs. Érted? Egy jettel? Ott jött mögöttem a rakétát, nagyon cuki volt. Pedig olyan manővert toltam, elment először alattam, aztán közölte, hogy nem. Te itt, neked itt nincs hatalmad. Igen. Gyere csak közelebb, Pekiké. Igen? Gyere, leszállsz, értem? Persze. Köszi. Le akartam szállni. Jó, a saját autóm úgy is, hogy tök mindegy. De megöltél! Hát, de nem mondod! Sosem vettem volna észre. Azt nem tudom, hogy mivel, például ezt mivel lehet effektíven leszedni, bár amire én gondolnék, ugye az a robbanó csipa, a robbanó lőszer. Te 10 000-et kellett érte fizettem, adjad már! Mi ez a hadisarc? Na mindegy. Hova szaladsz? Hallod, José? Itt van egy izé, El Picapino. El Picapino. Vigyük már el. De várj, hát lehívtam a Verdámat, itt van. Itt a Deluxo, gyere. Kihajózunk, gyere! Te mit? Mert ilyen szempontból, hogyha a vízre ki akar menni az ember, hogy bárhova, hát hogy ezelőtt nincs akadály, tehát nem számít a hegy, a bármilyen domborzat, tehát hogy bárhova lemész vele. Jó, nyilván a víz alá... Ott volt egy tábla, ezt egyetlen egy oszlop volt azon a szájba tekert úton, megtaláltad. Arra vagyok kíváncsi, hogy a hullámokra hogy reagál, de nézd meg, tök jó dobálja magát. Tehát, hogy... Hát fenntartja. Tehát, hogy jobb, mint egy hajó igazság szerint. Hogyha a játékban effektíven akartok haladni, és A-ból B-be eljutni, és mindenkit megrektelni, akkor még azt merem mondani, hogy lehet, hogy jobb is, mint az oppresszor. A rakétája miatt. Mondjuk azt kéne megnézni, hogy... Már egy... 2, 4, 6. Ez rengeteg. Jézusom! A 22-nél tartok. Igen. Meg akartam szállni. Akarod, hogy mondjak erre valamit? Nem, igazság szerint nem vágyom rá. Nem tudom, hogy a 25-ig eljutottam. Tehát, hogy nem tudom, ki tud-e fogyni a rakétája. Hogyha esetleg ki tud, akkor ezt írjátok le a komment szekcióba. Én nem tudok. Te szeretnél valamit hozzáfűzni ez a járműhöz? Az igazság.
Undorító. Undorító. Tehát tényleg amúgy erre nem lehet más mondani, tehát tudja. Az észszerű kereteken kívül megy. Jó, néni, ne, nekem jó, létszik, majd a rendőrség visszahozza, vagy nem. Úgy hívják, hogy Deluxo Undorító. Úgyhogy ennyi. Ó, micsoda, ó, napfénytető! Micsoda luxus. Hol? De nem. Fent, nem lent. Ja, fent! Hát, a napfénytető nem az, ami oldalt van. Várjál. Jó, Istenem. Azt pont nem lehet meglőni a napfénytetőt. Neked ilyen csúró úzid van, nézd, az enyém ilyen. Az enyém ilyen aranyozott. Jó, hát ez hogy lehetne meglőni? Ne szórakozzá. Micsoda? Az öntöde mellett laksz, ne szórakozzál, hát az öntöde mellett? Amikor meghozták a fegyvert, készített, akkor ráfrecsent a izi. Látod, hogy hova dobtam a gránátot? Nem tudom. Ennyi már! Megdobtam az ablakát átulul egy gránáttal, és betörött! Azt már, valahol itt a gránát, várja a futás! Nem tudom, hogy hova lett. Hogy betört az? Kár, hogy nem tud beleesni a kocsiba. Na mindegy, srácok! Hát összességben ennyit szerettünk volna mutatni ebben a videóban. Jobb később, mint soha ugyebár, mert tudjuk tényleg, hogy nem mai dolog ez a Deluxo, de gondoltam, így elfanolgatunk vele, és ténylegesen kipróbáljuk, mert nyilván láttam, hogy repkednek vele emberek, meg egyszer már én is egyszer-kétszer vezettem, de úgy nem néztem meg, hogy Isten igazából. Beszállsz harmadiknak? Sokolom, néni! Figyelj, szerinted beszáll? Üljél már hátra! Várjál, ez zombi! Üljél már hátra! Nem reagál, várjál! Mi az, hogy nem reagálsz, csak üljél hátra! Nem reagál! Ne! Várjál! Várjál! Te ne verd meg! Nem nyúlok hozzá! Jó a csizmája! Na várjál! Szállj be harmadiknak, gyere! Let's go somewhere a bit quieter, okay? Ne nézzed ki! Neked itt nincs hatalmad! Akit jobban szeretem! Na mindegy! Szóval írjátok le a komment szekcióban a véleményeteket! Ha tetszett, dobjatok egy lájkot ide, tehát ha szeretnétek és még nem tettetek, meg iratkozzatok fel. A Heki jó árakon dolgozik, úgyhogy inkább őt kell választani. Oké, hello, szia! Ennyi volt! Nézd meg! Hol van? Nagy fáradt! Csak a kocsiból, belső nézetből dobtam. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót. Én Starkóta, itt volt velem Heki. Szevasztok, skacok! Sziasztok!